Úgy gondolom, hogy egész héten jól készültünk, jól fel voltunk készítve a Puskás ellen is, ahogyan eddig is. A helyzeteink az előző mérkőzéseken is megvoltak, úgy, ahogy a Puskás ellen is. Ahogyan a vezetőedző is mondta, kicsit így későn ébredtünk a mérkőzésbe, de úgy gondolom, hogyha ezeket a helyzeteket ki tudjuk használni és értékesíteni tudjuk, amiket hétről hétre kialakítunk, akkor pontokat tudunk szerezni. Olyan sok edzésünk még úgymond nem volt vele, nyilván kell mindennek idő, és türelmesnek kell lennünk nekünk is, neki is. Gyorsan kell alkalmazkodnunk, főleg ilyen helyzetben, amiben most vagyunk, de azt érzem így az edzéseken is, hogy mindenki meg akarja mutatni a legjobbját. Ez a mérkőzésen is látszódott, egy új impulzus kaptunk. De ameddig azokat a helyzeteket, amiket kialakítunk, nem tudjuk gólra váltani, addig nem tudunk előre lépni. Nagyon sokat beszélgettünk ezekről a dolgokról, mert kell is róla beszélni, és őszintén kell beszélnünk ezekről, főleg öltözön belül, főleg úgy, hogy egy ilyen jó öltöző, mint a miénk, ahol nyíltan vállalhatja mindenki a véleményét. De mondom, a helyzet kihasználásunk akkor leszünk sikeresek, hogyha a helyzet kihasználásunk jobb lesz. De hogyha most megnézzük, rosszul nem játszunk, akarni mindig akarunk, csúszunk, mászunk a pályán, mindig próbáljuk a legjobbunkat nyújtani. Ha ezen az úton haladunk tovább, akkor ez idővel meg fog fordulni. Mindenki ismeri a Paksnak az erősségeit, egy hosszú évek alatt mindig ott vannak az élmezőnyben, az élbolyban, célra törő futballt játszanak, erősek, jó testfelépítésűek a játékosaik, tudjuk, hogy mire számíthatunk. Nekünk a saját játékunkat kell játszanunk, és azt kell mutatnunk, amiben a legerősebbek vagyunk, hogyha ezt megtesszük, akkor tudunk meglepetést okozni.